Ma május 22-e, Júlia, Emil és Rita napja van. A keresztény egyházak ma emlékeznek meg Szent Ritáról, akit a szentek között megkülönböztetett figyelemmel tisztelnek. Úgy tartják, ő az, aki számára semmi sem lehetetlen. Meg annyi történet szól arról, hogy emberek, akik már minden reményüket elvesztették, utolsó mensvárként hozzáimádkoztak, és Rita szent közbenjárásával megtörténhetett a csoda. Szerbiának sem ártana egy kis csoda, nálunk ugyanis egyre nagyobb a bizonytalanság a kormányalakítási tárgyalások kezdetét illetően. Egyelőre csak találgatni lehet, milyen régi vagy új szövetségek mentén alakul meg a hatalom. Következnek a részletek. Orbán Viktor gratulál Tomislav Nikolicsnak, bízik a jó szomszédi viszonyok erősödésében. A demokraták Tadicsot szeretnék kormányfőnek, a haladók Dacsicsot győzködik. A dinár tovább gyengül, gazdasági elemzők mégsem várnak nagyobb megrázkódtatásokat. Egyre népszerűbbek a biztosítási csalások, aki lebukik, komoly büntetésre számíthat. Boris Tadics, a Demokrata Párt vezetője lehet az új kormányfő. A politikai tömörülés elnöksége ugyanis ezt szorgalmazta tegnap ülésén. Nem hivatalos értesülések szerint szóba került az is, hogy a párt ellenzékbe vonulna. Végül azonban mégis a kormányalakítási tárgyalások megkezdése mellett döntöttek. Amennyiben Tadics nem vállalja a megbízatást, Dragan Gyilas belgrádi polgármester lehetne a kormányfő. Sutra će biti novi dan, rekao sam 21. ćemo odlučivati o vladi. Hoćete li biti novi premijer? Ne, sigurno neću biti novi premijer. Az elnök választási eredmények tudatában vasárnap éjszaka még így nyilatkozott Boris Tadics, a Demokrata Párt elnöke. Tegnap azonban a párt elnökségi ülésén a többség azt támogatta, hogy Tadics legyen az új kormányfő. Írja a B92 nem hivatalos információk alapján. A több mint három órásra sikeredett megbeszéléseken szóba került Dragan Gyilas, Belgrád polgármesterének a neve is. Amennyiben Boris Tadics mégsem fogadná el a miniszterelnöki posztot, Gyilas lehet a legesélyesebb. Ugyanakkor Belgrád polgármestere korábban azt mondta, szeretné folytatni azt a munkát, amit polgármesterként kezdett meg. A B92 egyes demokrata párti híresztelések alapján úgy tudja, az ülésen az is szóba került, hogy a párt hagyjon fel a kormányalakítási kísérlettel és vonuljon ellenzékbe. Többen viszont úgy értékelték, hogy ez 10 évvel is visszavetné Szerbiát. A Demokrata Párt késő esti közleményében végül megszületett a döntés, megkezdik a kormányalakítási tárgyalásokat, elsősorban a Szerbiai Szocialista Párttal. Az elnökválasztás eredménye miatt bonyolultabbá vált a helyzet. Ez a legfrissebb véleménye a kormányalakításról Ivica Dacsicsnak, a Szerbiai Szocialista Párt elnökének. Az elnökválasztás éjszakáján még azt mondta, továbbra is érvényesek a Demokrata Párttal folytatott koalíciós tárgyalások. Ma azonban már arról számolt be, hogy egyelőre sem a demokratáktól, sem a haladóktól nem kapott tárgyalásra alkalmas ajánlatot. Más szóval a szocialisták még mindig kivárnak és igyekeznek minél jobb üzletet kötni. Nélkülük ugyanis egyik fél sem tud kormányra kerülni. A Szerbiai Szocialista Párt koalíciója eddig még senkivel sem tudott megállapodásra jutni a parlamenti többséggel kapcsolatban, nyilatkozta ma Ivica Dacsics, a párt elnöke. Hozzátéve, hogy ennek oka nem más, mint hogy sem a Demokrata Párt, sem a Szerb Haladó Párt nem kereste meg kormányalakítási kéréssel. Többször mondtam már, hogy koalíció szempontjából számunkra a legfontosabb kérdés az, milyen politikát folytat majd az új kormány, emelte ki Dacsics. Eddig egyetlen elfogadható ajánlat sem érkezett. A Szerbiai Szocialista Párt elnöke emlékeztetett arra, hogy ő ellenezte az előrehozott köztársasági elnökválasztás kiírását, mert szerinte senkinek nem származhatott előnye abból, hogy ugyanakkor választottunk elnököt, mint köztársasági parlamenti képviselőket. Szerinte ő már hónapokkal ezelőtt megjósolta, hogy az előrehozott választás politikai bizonytalanságot eredményez majd. Ennek megelőzése érdekében arra lenne szükség, részletezte Dacsics, hogy minél hamarabb megalakuljon a kormány. Erre azonban még sokat kell várni, mert a két legtöbb szavazatot kapott párt valószínűleg nem tud majd megegyezni egymással. Egy biztos, emelte ki a pártelnök. A Szerbiai Szocialista Párt és a köré épülő koalíció az egyetlen olyan tömörülés, amely az előző választásokhoz képest kétszer annyi szavazatot tudott szerezni, és ennek üzenetértéke van. Dacsics végül hozzátette, a második kör előtt tárgyalt Tadicsa, azóta azonban nem keresték egymást.
Az új köztársasági elnök, azaz Tomislav Nikolić, azt a politikai tömörülést bízza majd meg a kormányalakítással, amely a legtöbb képviselői helyen rendelkezik a szerbiai parlamentben. A szerb haladó párt jutott a legtöbb mandátumhoz, szám szerint 73-hoz. Ezzel Nikolić pártja kezdheti meg a kormányalakítási tárgyalásokat. Mint ismeretes, Nikolić korábban bejelentette, hogy lemond pártelnöki tisztségéről, amennyiben államfőnek választják. A köztársasági kormányt szeptember 5-ig meg kell alakítani, ellenkező esetben új választásokat írnak ki Szerbiában. A parlamentbe jutott politikai pártoknak pontosan 107 nap áll a rendelkezésükre, hogy megválasszák az új kormányfőt. Tomislav Nikolić, a haladók elnöke, újonnan megválasztott köztársasági elnök beiktatása után valószínűleg saját pártját bízza majd meg a kormányalakítási tárgyalások megkezdésével. A híresztelések szerint Nikolić pártbéli munkatársát, Jorgovanka Tabakovićot kéri majd fel a koalíciós tárgyalások levezetésére. A szerb haladó párt biztos partnere a Kostunica vezette Szerbiai Demokrata Párt. Az SHP és az SDP mandátumaival viszont nincs meg a parlamenti többség. Ezért a haladók csakis a Szerbiai Szocialista Párt támogatásában bízhatnak. Velük együtt meg lenne a többség a jobboldali kormány megalakításához. Ehhez azonban a kormányfői posztot és még néhány komolyabb miniszteri tisztséget is kérhetnek a szocialisták. Amennyiben nem sikerül megegyezniük, a köztársasági elnök várhatóan a második legtöbb mandátumot szerzett pártot, vagyis a demokratákat bízza meg a kormányalakítási tárgyalások folytatásával. A Tadić vezette demokrata párt, amennyiben maga mellé állítja a Szerbiai Szocialista Pártot, egy nagyobb parlamenti többséget is létrehozhat. A Szerbia Egyesült Régiói és a Liberális Demokrata Párt, valamint a Nemzeti Közösségek pártjai, elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetség is támogathatja a DP vezette koalíciót. Ezt Pásztor István is megerősítette. Az az elvi megállapodás, amit ezelőtt 10 nappal kötöttünk a Tadićcsal, amikor itt volt Szabadkán, az a mi részünkről továbbra is érvényes, ami azt jelenti, hogy önálló frakcióval, ezzel az 5 parlamenti képviselővel alkotott önálló frakcióval a parlamenti többség része kívánunk lenni, aminek a demokrata párt a legerősebb partner szervezete. Azt, hogy miként döntenek a szocialisták, még nem lehet tudni. A választásokon egyébként nem egyedül indult a Szerbiai Szocialista Párt. A mandátumok egy része a partnereiket, az Egységes Szerbiát és a Nyugdíjasok Pártját illeti meg. Az említett két kis párt viszont a Boris Tadić vezette demokrata párttal képzeli el a koalíciót. Tomislav Nikolić megválasztásával a figyelem ismét az államfői jogokra és felhatalmazásokra terelődött. A volt elnök Boris Tadić köztudottan sokkal nagyobb hatalommal rendelkezett, mint azt az alkotmány és törvények szerint tehette volna. A demokrata párt első embereként kezében tartotta a kormányzási ügyeket is. Nélküle gyakorlatilag egy fontosabb döntés sem születhetett meg Szerbiában. Haladó párti államfő és demokrata párti kormány esetében azonban a helyzet jelentősen megváltozik. Az alkotmány és a törvény betűje ismét felértékelődhet. Szerbiában a hatályban levő alkotmány értelmében a köztársasági elnök személye jelképezi az ország egységét. Képviseli az országot bel- és külföldön. Az alkotmánnyal összhangban rendelettel hirdeti ki a törvényeket, kormányfői jelöltet terjeszt elő, nagyköveteket nevez ki, valamint kegyelemben részesíthet. A hadsereg főparancsnoka. Dönt a tisztek kinevezéséről és felmentéséről. Elutasíthatja egy törvény aláírását, de a megismételt parlamenti eljárás után ugyanazt a törvényt már köteles kihirdetni. A kormány javaslatára feloszthatja a képviselőházat. Ő írja ki a rendkívüli vagy rendes parlamenti választásokat. Mandátuma 5 évre szól, és 2-szer választható az államfői tisztségre. A formális felhatalmazásokon túl azonban sokkal fontosabb az a befolyás, amit a közvéleményre és a politikai életre gyakorolhat.
A hatályos szerbiai törvények értelmében a volt köztársasági elnök, ez esetben Boris Tadić, tiszteletbeli elnöki címet kap. Még 6 hónapig joga van az elnöki fizetés 100%-ára, az állami archívumhoz való hozzáféréshez és a diplomáciai útlevélhez. A 6 hónap lejárta után munkavállalásig, illetve nyugdíjba helyezésig elnöki fizetésének 80%-ára jogosult. Az elnöki mandátum lejárta után a rendőrség és a hadsereg biztosítja védelmét egy évig. Amennyiben indokolt, a személyét illető védelemnyújtás meghosszabbítható. Szlavko Parátya szabadkai képviselőtestület jelenlegi elnöke június 7-ére hívta össze az újonnan megválasztott képviselők első ülését. Az alapító összejövetelen hitelesítik a mandátumokat, valamint várhatóan megválasztják a képviselőtestület új elnökét is. A bejelentés kapcsán egyértelmű, hogy a városi koalíciós tárgyalásokra még 2 hetük van az érintett pártoknak. Mint ismeretes, Pásztor István a VMS elnöke az elmúlt hetekben többször megismételte, hogy nem hajlandó a szabadkai hatalmi koalícióról tárgyalni azokkal, akik korábban megalázóan viselkedtek a párttal szemben. A Demokrata Párt szabadkai vezérei pedig azzal dobták vissza a labdát, hogy a VMS alul maradt a városi megmérettetésen, így nem támaszthat feltételeket a tárgyaló partnerek személyét illetően. A vita újabb fejleményeként Maglai Jenő, a VMS szabadkai elnöke ma délután úgy nyilatkozott híradónknak, hogy a VMS-nek nem a demokratákkal van problémája, hanem azokkal az egyénekkel, akik például csomagokat osztogattak szavazatok ellenében. Modest Dulic, a DP szabadkai elnöke május 8-án még úgy nyilatkozott, a VMS nélkül is megvan a többségük. A Demokrata Párt szabadkai szervezete most tárgyalásokat kezdeményezne a Vajdasági Magyar Szövetséggel. Maglai Jenő, a VMS szabadkai elnöke értetlenül áll a Demokrata Párt felhívása előtt. Mint mondja, nem tartják kizártnak, hogy a későbbiekben támogassák a Demokrata Pártot helyi szinten, de ahhoz tisztázniuk kell a május 6-ai és 20-ai választások során kialakult nézeteltéréseiket. A Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy tárgyalni fog is a Demokrata Pártot továbbra is stratégiai partnernak lássa itt szabadkai szinten is, viszont azt is el kell, hogy mondjuk, hogy nem tudunk átmenni azokon a fejleményeken, amik az utolsó 2 hétben történtek itt Szabadkán. Tehát elsősorban azokon a fejleményeken, hogy május 6-ai választáskon úgy gondoljuk, hogy nem minden a törvénynek összhangban és a szabályokkal összhangban történt, ami a választásokat illeti. Maglai arra a kérdésre, hogy mi a véleménye az előrehozott városi képviselőtestületi ülésről, azt válaszolta, nem érti, hogy a DP-nek miért ennyire sürgős összehívni a testületet. Németh Zsolt Magyarország külügyi államtitkára szerint Budapest abban érdekelt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a két ország együttműködjön egymással. A külügyi államtitkár azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia folytatja a megkezdett európai integrációs folyamatot. Új elnöke van Szerbiának, az elismerésemet szeretném kifejezni a megválasztott elnöknek, és bízunk abban, hogy eredményes és sikeres elnöki periódus előtt áll a Szerbia megválasztott új elnöke. Bízunk abban, hogy az együttműködésünk az elmúlt éveknek megfelelően tovább fejlődik. Nagyon látványos volt az együttműködés a két ország között. Bízunk abban is, hogy az európai integráció útján fog tovább haladni Szerbia, és abban is nagyon bízunk, hogy a Szerbiában élő magyar közösségeknek a szerzett jogai azok nem csorbulnak, hanem ellenkezően tovább fognak bővülni a vajdasági magyar közösségnek a lehetőségei. Mindenféleképpen az elkövetkezendő évek legnagyobb kihívása Szerbia számára az, hogy miként tudnak az európai integrációnak az útján tovább haladni. Magyarország számára, mint ahogy az elmúlt években egy kiemelt ügy volt, hogy Horvátországot segítettük, most úgy gondoljuk, hogy Szerbia érdekében Magyarország sokat tehet. Érdekeltek vagyunk ebben mi magunk is, hiszen szomszédok vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy ez a vajdasági magyarságnak is egy alapvető érdeke.
Növelte a Szerbiával kapcsolatos gazdasági bizonytalanságot a parlamenti, illetve köztársasági elnök választás eredménye, közölte a Fitch Ratings. Az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő szerint még nem lehet tudni, hogy Szerbia milyen gazdaságpolitikát kíván folytatni a jövőben, és milyen lesz az ország kapcsolata a nemzetközi valuta alappal. A Fitch szerint Szerbia egyelőre a stabil kilátású BB- vagyis nem befektetési ajánlású adós osztályzat tűrés határain belül van, de ezt leronthatja az, ha nem alakul meg időben az új kormány. Közben tovább romlott a dinár, ma 70 parával többet kellett fizetni 1 euróért, mint tegnap. Az európai közös valuta mai középárfolyama 114 dinár 10 para volt. A következő NATO csúcson valószínűleg tovább bővítik a szövetséget, ezt Hillary Clinton amerikai külügyminiszter nyilatkozta Chicagóban. A külügyminiszter elmondta, Macedónia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina és Grúzia lehet esélyes a tagságra. Az Észak-Atlanti Szerződés szövetségéhez való csatlakozásnak két feltétele van, a NATO alapértékeinek és a védelmi képességek megkívánt szintjének tiszteletben tartása. A magyar kormány teljes mellszélességgel támogatja Macedónia és Montenegró mielőbbi NATO csatlakozását, jelentette ki a chicagói csúcson Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A legutóbbi bővítéssel is foglalkozó 2008-as bukaresti NATO csúcs döntése értelmében a szövetség két új taggal bővült, Albániával és Horvátországgal. A mostani NATO csúcs egyébként az afganisztáni háborúból kivezető úttal, az úgynevezett okos védelem koncepciójával, az elrettentő és védelmi keretek újragondolásával, valamint a rakétavédelemmel foglalkozik. Az értekezlet kiemelt témája a NATO afganisztáni szerepvállalása, így az átmenet kérdései, a biztonsági erők finanszírozása, a 2014 utáni NATO szerep és a hosszú távú partnerség. Afganisztánban jelenleg mintegy 130 ezer szövetséges és partnerországbeli katona állomásozik. A harci műveletekben a NATO erők fokozatosan az afgánoknak adják át a vezetést, és túlnyomó többségük 2015 elejéig elhagyja az országot. 5,8-es erejű földrengés rázta meg ma hajnalban Szófiát. A rengések központja a bolgár fővárostól 24 kilométerre nyugatra, Pernik és Radomir városok között volt, 9,4 kilométerrel a felszín alatt. Épületek remegtek meg, ablakok törtek ki. Halottakról, sérültekről nem érkezett jelentés. A rengéseket Szerbia szerte több helyen is érezni lehetett. A Vajdasági Magyar Művelődési Egyesületek összefogással hatékonyabban dolgozhatnak, hangzott el a Ludaspuszta Térségi Társulás konferenciáján Hajdújáráson. A rendezvényen a Magyar Nemzeti Tanács kulturális stratégiáját is megismerhették a környező települések és az anyaországi egyesületek képviselői. Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács művelődési ügyekkel megbízott tanácsosa szerint a kistérségi települések kölcsönadhatnák egymásnak a különböző berendezéseket, így erre nem kellene külön pénzt fordítaniuk. Minden ember függő, a passzivitás leküzdése az egyik alapfeltétele a kulturális fejlődésnek, tette hozzá Lovas Ildikó. Arra buzdítanám a művelődési egyesületek vezetőit, hogy közös projektekben gondolkodjanak, együttműködésben, és legfőképpen egymás iránti nyitottságban, mert mint itt is kiderült, ugye a magyarországi előadó által bemutatott analízisben, a kulturális együttműködésnek, fejlődésnek az egyik legnagyobb veszélye vagy gyengesége az emberek passzivitása, illetve hát az együttműködési készség hiánya. A magyarországi Mórahalmi előadó Pap Renáta arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi értékeket kell feltárni, ezeket kell megörökíteni. Nem csak ez a projekt nyit lehetőséget arra, hogy összefogjunk és közösen együttműködjünk, hanem folyamatosan kell figyelni azokra a helyi értékekre és azokra az emberi erőforrásokra, amiből föl tudjuk építeni a saját közösségeinket. A tanácskozáson a környező települések művelődési egyesületeinek vezetői is részt vettek. A Ludaspuszta térségi társulás tagjai egyébként felkutatják a helyi értékeket, szokásokat, ezekről kisfilmeket készítenek. A projektum az Európai Unió támogatásával valósul meg.
Hányszor mosunk fogat naponta? Tudunk egyáltalán helyesen fogat mosni? Ma kezdődött a fog- és szájápolás hete. Szokás szerint az emberek csak akkor mennek el a fogorvoshoz, ha már fájdalmaik vannak. A megelőzéssel csak kevesen törődnek. A világszerte tapasztalt magatartás Szerbiára fokozottan jellemző, állítják a szakemberek. Miért fontos tisztán tartani a fogunkat? Hát, hogy ne romoljanak, hogy ne legyen piszkos meg bacillusos. A kisiskolás Natália már tudja, miért van szükség rendszeres fogmosásra. Fontos a gyerekeket időben megtanítani fogápolásra, így megelőzhetők a későbbi problémák is. Zorica Dragás, közegészségügyi szakember szerint 3 havonta cserélni kell a fogkefét, és mást is kell tennünk azért, hogy megőrizzük fogaink egészségét. Trebamo povremeno prema potrebi koristiti zubni konac, to nije obavezno, ali svakako nije dobro koristiti čačkalice ili neka druga slična pomagala. I ono što je još savjet, a to je za odrasle ljude, barem 2 puta u godini dana otići kod svog stomatologa i prekontrolisati zdravlje usta. Május 21-től 27-ig tart az egészséges fogak hete. Szabadkán a Galéria Hotel aulájában programot szerveztek az általános iskolásoknak és az óvodásoknak. Kvízversenyt tartottak és kiállították a rajzaikat. A rendezvényt a Szabadkai Közegészségügyi Intézet a Gyógyszertárral és a Vöröskereszttel együtt szervezte. 8 rendbeli csalás megalapozott gyanújával a szabadkai rendőrség őrizetbe vette a 32 éves Dragan B. helyi lakost. Hasonló gyanúval 12 másik személy ellen is bűnvádi feljelentést tett a rendőrség. A gyanú szerint ők az elmúlt 2 évben hamis dokumentumokat állítottak elő Magyarországon történt közlekedési balesetekről. A kártérítését minden esetben valamely magyarországi biztosító fizette. Ezek az ügynökségek szerbiai cég társaiktól kapták vissza kifizetett összeget. Így a gyanúsítottak összesen mintegy 23 millió dinárral károsították meg a szerbiai biztosító társaságokat. Az ilyenfajta csalások lehetőségéről kérdeztük meg egy biztosítás és a szakértőt. Az emberek most már lassan mindenhez folyamodnak, csak hogy pénzhez jussanak. Fürstner Krisztián biztosítási ügynök szerint a nehéz gazdasági helyzet miatt egyre többen próbálkoznak különböző csalásokkal, így biztosítási csalással is. Az ügynök szerint a 13 személyt érintő csalás forgatókönyve a következő lehetett. A csalók meg nem történt balesetekről írtak jelentést, ezek alapján a magyar biztosítók fizettek, a nemzetközi szerződések értelmében pedig ezeket az összegeket a szerbiai biztosítótársaságoktól visszakapták. A csalásra Magyarországon derülhetett fény, amikor nem találták az ügyek lezárásához szükséges dokumentumokat. Ekkor vette fel a kapcsolatot a magyar rendőrség a szerb hatóságokkal. Az ügy nem csak anyagi, hanem erkölcsi károkat is okozott a biztosítóknak. És a legnagyobb károsult itten a szerb biztosító cégek, amelyek ezt kifizették, avval, hogy ők azt abból a pénzből fizették ki, ami igazából a szerb embereknek a megtakarítása. Szerbiában 2 fajta csalással próbálkoznak a legtöbben. Nemzetközi autóbiztosítással, mint most, illetve szándékos károkozással. Ritkán, de előfordul az is, hogy valaki önmagában tesz kárt. Voltak egyes személyek, akik próbáltak legtöbben a gyerekeken ilyen dolgokat végrehajtani. Ez már nem csak, hogy erkölcstelen, hanem szerintem már nem is normális. De viszont megint mondom, hogy az emberek sok mindenhez folyamodnak, ha nincs pénzük. A csalások ellen a biztosító cégek az egyre részletesebb kárbejelentő lapokkal és folyamatos ellenőrzéssel védekeznek. A kifizetéseket a biztosítóházak és a nemzeti bankok is ellenőrzik. Fürstner Krisztián szerint azok, akik átcsúsznak a szűrőn, később is lebukhatnak, és akkor már nem csak az okozott kárt kell megtéríteniük, hanem az igazságszolgáltatás előtt is felelniük kell. A szabadkai rendőrség értesíti a polgárokat, hogy mától péntekig lövészeti gyakorlatot tartanak a Radanováci lőtéren. Az említett napokon 8 és 14 óra között tilos a pálya területét használni, azaz a pályán átsétálni vagy gépjárművel áthaladni, valamint állatot átvezetni. A lőtér határait piros zászlók, valamint figyelmeztető táblák jelölik. A szervezők kijelölt kerülő utat is biztosítanak. Az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjét tartják ma este az azerbajdzsáni Bakuban. A 18 fellépő között szerepel a magyarországi Kompakt Diszkó és a szerbiai Zsejko Joksimović is.
Az Eurovíziós Dalfesztiválon idén is két elődöntőt rendeznek. Az elsőt ma, a második a csütörtökön. Mindkét elődöntőben 18 produkciót láthat a közönség. A két elődöntőből összesen 20 induló jut tovább a 26. döntőbe, ahol 6 kiemelt ország előadója már ott van. Ezek Németország, Franciaország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Olaszország mellett a tavalyi győztes Azerbajdzsán. A zsűrik teljes titoktartás mellett pontoznak, ez adja a versenyzők értékelésének egyik felét, a másikat a tévénézők szavazatai. A keddi első elődöntőben az utolsó dal elhangzását követő 15 percben lehet SMS-ben voksolni, de az országok szavazói saját fellépőiket nem értékelhetik. A magyarországi Kompakt Diszkó 15-ként lép fel a mai elődöntőben. Az együttes tagjai néhány hete a Pannon RTV-ben jártak. A hétfesti főpróbán a magyar együttes produkciójával és profi előadásával meggyőző teljesítményt nyújtott a zsűri előtt. Nije Ljubavstvar, vagyis a szerelem nem tárgy című szerzeményével a szerbiai fellépő Zsejko Joksimović, aki másodszor vesz részt énekesként az Eurovíziós dalversenyen. 2004-ben még Szerbia is Montenegro színeiben a második helyen zárt. Érte csütörtökön a második elődöntőben izgulhat a közönség. Ennyi volt a híradó, de mielőtt elbúcsúznék önöktől, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer. Orbán Viktor gratulál Tomislav Nikolicsnak, bízik a jó szomszédi viszonyok erősödésében. A demokraták Tadicsot szeretnék kormányfőnek, a haladók Dacsicsot győzködik. A dinár tovább gyengül, gazdasági elemzők mégsem várnak nagyobb megrázkódtatásokat. Egyre népszerűbbek a biztosítási csalások, aki lebukik, komoly büntetésre számíthat. További információkat találnak a pannonrtv.com oldalon, rádióműsorunkat pedig a 91,5 MHz-en találják. Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!